What's up? A mai videóban megnézzük, hogy mennyi vagyunk egészségesek. Ideje, ránk fér egy kis vitamin. Úgyhogy egészség, tesztek. Ez volt beírva. Mi meglepő. Lássuk. A nagy egészség teszt. Töcske nagy egészség tesztet és megkapod személyre szabott ingyenes szakértő elemzésedet, neked szól életmód javaslatokkal egy fittebb és boldogabb jövőért. Az rám fér. Elindítom a tesztet. Mert miért is ne? A keresztnevem... Jó, tudja. Kérlek válasz férfi, kérlek add meg az életkorodat 25, kérlek add meg a magasságodat 176, ami mindig nagyon sokan csodálkoznak, hogy én miért vagyok ilyen kicsi. Kérlek add meg a testsúlyodat... 72? Nem tudom. Vércsoportom? Felhívjuk Muttert. Nem tudom, mi a vércsoportom, de gáz. Na, itt vagyok. Szia, anya, te figyú! Nekem mi a vércsoportom? A barnának mi a vércsoportja? Ás vagy te is. RH A, RH pozitív. Jó, akkor ás. Ja, de ez most nem olyan annyira fontos. Dehogy is, csak hűlök, nem. Csak félmillió ember nézi meg, de annyira nem fontos. Jó. Szia. Kösz, hello. Hú, de szeretlek anyukám. Ás! Következő. Mennyit alszol naponta? Hát a 6-9 óra az megmond. Milyen gyakran érzed magad fáradtnak? Én éjjel-nappal fáradt vagyok. Éjjel-nappal. Gyakran. Stresszesnek érzed az életet? Azt nem feltétlenül. Gyakran érzed magad rossz kedvűnek? Nem jellemző. Előfordul meg a nem jellemző, szerintem kicsit ugyanaz, de nem jellemző. Mennyi folyadékot fogyasztasz napon átlagosan? Szerintem másfél-két litert. 12. Hányszor étkezel naponta? Hát kétszer, háromszor, menjen, persze, jó az a csirke reggel délben este. Milyen gyakran eszel húst vagy hústerméket? Sokat! Melyik a legtöbb? Naponta többször. Milyen gyakran eszel édességeket? Na, az kevésbé. Az kevésbé, ez nagyon érdekes, hogy abszolút nem érdekes, de én nem vagyok édes szájú. Rohadtul nem. Heti egyszer, talán. Milyen gyakran eszel gyümölcsöt? 2-3 naponta, milyen gyakran ezt a zöldséget, azt azért naponta szoktam. Szoktak emésztési problémáid lenni? Na de hölgyem, kérem szépen. Ennyire nem turkálunk a privát szféránkba. Valamit kivágtunk. Nekem majd hasonló érzékeny, de alkalmanként nagyon ritkán. Milyen gyakran sportolsz? Heti 2-3 alkalom. Let's go! Hány kérdés van még ember? Hát ez rohadt sok. Timelapse! Alright! Kedves Barna, köszönjük, hogy kitöltötted a nagy egészségtesztet, már ezzel rengeteget tettél önmagadért. Mit? Negyed órát itt álltam a gép előtt, és olyan infókat fogok kapni, mert most látom, hogy önegészséges. Egészségtesztet.hu. Megjött az eredmény. Köszönjük, hogy a nagy kis teszt kiértékelés. Na, ez furcsa volt. Jó, hogy kitöltöttük ezt a tesztet. Barna személyes elemzése. Hallod, miért kell külön elküldeni? Mi ez? Pihenés és az egészséged. Minél korábban fekszel le, és minél korábban kelsz. Sikerül annyit aludnod, amennyire szükséged van, Barna. Köszönöm szépen. Mit van akkor? Étkezés verseit. Jaj, nem, ahogy ilyen random izéket kapunk. Ezt senki nem olvassa végig. Miért nem azt mondom, hogy vicceset, hogy makk egészséges vagy. Makk. Jó, ez egyből egy. Nem győzött meg. Alkoholteszt! Betelt a pohár, alkoholizmus teszt. Én nagyon nem szoktam egyébként inni. Nevetek, de tényleg nem. Nagyon mértékkel. Előfordult menne, hogy munkaideje rovására alkoholt fogyasztott. Hát persze! Igen! Előfordult már önnel, hogy alkoholfogyasztás során egyébként nem helyeselt helyzetbe, környezetbe került. Nem. Persze, de ez mindenkinél van. Nem helyeselt helyzetbe. Milyen szépen. Te Jézusom, nem helyeselt helyzet. Ez a két szó, ez annyi minden foglal magába össze, hogy... Ha másnaposan ébredt, kívánja-e az újabb alkoholfogyasztást? Van ilyen. Ez egyébként érdekes lehet tényleg, hogyha alkoholista vagy, hogy felkelsz másnaposan, rohadtul eleged van mindenből, de tényleg rohadtul. És még utána is inni akarsz. Eredmény! Ön is és családja is megnyugodhat.
Attól fogyasztásának a gyakorisága mértéke nem érte el a veszélyes szintet. Hú, de jó. Megmaradt a szociális ivás normálisnak mondott határai között. Ez egyébként egy jó mondat. Ez egy tök jó mondat, hogy megmaradt a szociális ivás határai között. Én pont ezt mondanám így magamra, hogyha éppen úgy van és elmegyünk valahova, akkor miért ne? Akkor DÖGIVEL! De összességében én nem, annyira nem, és nem vonz, lehet ilyet mondani. Hogyha alkalom van, akkor nyilván a barátokkal. Ting. De amúgy meg, itthon nem jutna eszembe. Alright. Állapot felmérő teszt. Állapotos vagyok? Hashtag jön a baba. Amikor reggel felébred, dagad a szeme, lába vagy kézujjai? Kézujjai? Van olyan, hogy valakinek dagadnak reggel a kézujjai? Nem nagyon. A szemem nagyon érzékeny reggel, de dagadni nem ragad. Erős lelki nyomásnak van kitéve? Néha mindenki. Gyakran előfordul, hogy jéghideg a lába. Az előbb is ezt kérdezték tőlünk, nem? Csak télen. Már régóta szed naponta gyógyszereket, nem? Semmilyen... Lekopogom a fafejemet. Semmilyen gyógyszert nem szedek. De még vitamin semmi. Lehet, hogy baj, lehet, hogy nem. Semmit. Mennyi folyadékot fogyaszt naponta? Ugyanazt kérdezték az előbb is tőlem. Rosszul érzi magát zsíros ételek fogyasztása után. Attól függ, gyors ételmi kaják után én mostában rettentő rosszul vagyok, srácok. A gyors ételmi kajákban mostanában szerintem receptet váltottak. Receptet váltottak, és beleraktak egy valamit, amit utána én kivagyok. Úgyhogy igen. Mennyi alkoholt iszik naponta? Több, mint egy liter bort vagy sört. Nem fogyasztok naponta alkoholt. Milyen gyakran fordul elő, hogy fáradj? El tudom képzelni egy medence tele borral. Ez nem vicces. Milyen gyakran fordul elő, hogy fáradtságra, étvágytalanságra panaszkodik? Bolond vagyok, hogyha éhes vagyok, az tény. Meg szeretem azt, hogyha főznek nekem. Egy egyszer. Előfordul, hogy reggel csuram vizesen ébred. He? Csak akkor, ha este túlzásra vittem az evét. He? Már hosszabb ideje ezt az állapotot nem ismer. Ha túlzásba viszem az evést este, akkor reggel vizesen ébredek? Én ezt este kipróbálom. Az utolsó kérdést kivágtuk, mert abszolút semmi köze nincs a YouTube videóhoz. Állapot felmérő teszt. Oké, lássuk! Kiértékelés! Tesztünk szerint nincs komolyabb baj a baszk, és azt miből szűrte le abba, hogy nem csuram vizesen kelek reggel? Imádom az ilyeneket. Azonban az általános állapota közérzete nem a legjobb. Próbáljon sok folyadékot bevinni a szervezetébe, és jobban odafigyelni a táplálkozásra. Mi? Miért? Testmozgásra. Miért? Ez hülye. Következő! Utolsó tesztünk a legegyszerűbb, és ezzel nagyon gyorsan fogunk végezni, ugyanis ki fog derülni, hogy színvakok vagyunk-e, és gyorsan vége lesz a videónak, hogy előre sajnálom, start teszt. Ez egy 6-os. Ez egy 7-es. Paszki. Mi? Mondom, ez egy 4-es. Ez egy 1-es. Színvakok vagyunk.